Sziasztok! Itt Vidéki Srác. Kedves követőim, lájkolóim, feliratkozóim, Licsis Fanta, ugye ez van a címben. Ha érdekel titeket, eme ital hogy néz ki, mit lehet tudni róla, akkor kérlek eme néhány percben tartsatok velem. Szóval, Licsis Fanta. Én meglepődtem, hogy mondom, Licsis Fanta is van. Nem is hallottam még a licsiről se. Úgyhogy ez főleg nekem érdekesnek tűnik, és még az űrtartalom is, ugyanis ez 320 ml-es. Ez azért érdekes, ugye itthon 330 ml-est lehet kapni általában, de 320 ml-est nem. Ez nekem a fura. Egyébként ez egy cukros löty, és Szingapúrban, Malajziában és Bruneiben van jelen eme ital. Térjünk is át a maga dobozra. Itt van eme remek doboz, Fanta. Ugye ez nem amerikai felirat, és licsis. Ja, rózsaszín doboz. Ugye ezt ugye a Coca-Cola forgalmazza szintén, ugye, a Fantát, mint ahogy a Burnt, meg a Monstert is azt forgalmazta. Szép rózsaszín, mondjuk nekem a rózsaszín szín az nekem nem jön be, de e dobozon jól mutat, de mondjuk lehetett volna szerintem piros is akár, ugyanis a licsinek a külső színe az piros. Én legalábbis úgy tudom, tudtommal. És szerintem annyiba lehetett volna, hogy inkább piros a doboz. Rózsaszín nem illik a licsihez. Na mindegy is. ennyit a dobozáról. Szerintem bontsuk is fel. És nézzük meg, hogy vajon milyen íze lehet. És illata. Persze. Meg persze a színe. De, ugye itt kitérnék egy pillanatra, ugyanis ha a színét akarjátok megnézni, és a videóban nem lehet tökéletesen látni, azt úgyis Instagramon meg fel fogom rakni, az ugye a leírásban meg lesz, Vidéki Srác 15 névem, és szerintem lássunk is hozzá, aki jó kis poharam. Olyan... Az illata olyan mangóra hasonlít, legalábbis engem a mangóra emlékeztet, ugye az illata. Igen, olyan mangós az illata. Hát olyan se színe, hát olyan átlátszó valami. Hát azt hittem egyébként, színre is egy picit csalódtam. Ugyanis én azt hittem, hogy valami, ha már rózsaszín, akkor legyen valami rózsaszín feeling az a maga a színe az italnak, vagy talán piros. Úgyhogy ebbe egy picit én őszintén csalódtam, úgy mint a doboz külseje, hogy lehetett volna piros. Ennek ellenére kóstoljuk meg, ha már csalódtam, akkor hát ha lesz egy kis pozitívum is. Hú, de fura. Így, hogy licsiről még nem hallottam. Hát, én meg kell, hogy mondjam valamennyire, mintha a mangót. Mintha a mangót innék, nem tudom miért. A mangót azt sokszor ettem már egyébként, és nekem ez felettébb különös, hogy ennek a licsinek, akkor lehet, hogy valami olyasmi hasonló íze van, mint a mangónak. Kommentbe írjátok már meg, kérlek nekem, hogy melyikőtök evett már licsit és mangót, hogy mi a különbség köztük. Én nem tudom. Én szerintem majdnem ugyanaz az íz. Én így gondolom. Persze biztos valaki már kóstolt licsit és mangót is, és tudja, hogy mi a különbség köztük. Úgyhogy én, hát... Nem tudom, inkább a mangó.
Én inkább erre azt mondanám, hogy ez mangós, mint hogy licsis. Én csalódtam. Meg kell, hogy mondjam, csalódtam ebben. A beszerző körúton szereztem ezt be, őt, és Szilágyi Márknak külön kiemelném, ő neki köszönöm, hogy eme remek dobozt beszerezte. Nem hozzád irányul, Szilágyi Márk kolléga, a csalódás, hanem eme dobozhoz. És mondom, csalódtam, nekem nem jött be. Úgyhogy én, ha pontoznám, nem is pontozom. Felesleges, nekem nem jön be. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett a videó, akkor nyom kérlek rá egy lájkot. És ne feledkezz el feliratkozni, ugyanis majd érkezni fogok még videókkal. És ha minden igaz, a mai nap folyamán is lesz még egy videó, akár kettő, akár három. De lesz, ígérem. Én köszönöm a figyelmet, vidéki srác voltam. Ő meg itt a licsis Fanta, ami szerintem inkább mangós Fanta. És ennyi lettem volna. Instagramon kövessetek be, ott föl fogom tölteni eme dobozt, és kitöltve pohárba, hogy milyen színe. És Facebook oldalon is kövessetek be, lájkoljatok, ugyanis oda is sok mindent föltöltök. Sziasztok!